Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Országos prevenciós programot indít a Házi Gyermekorvosok Egyesülete a gyermekkori elhízás visszaszorítása érdekében. Ezzel is foglalkozunk ma, mutatjuk a teljes kínálatot. Hogy dönt az Európai Bizottság? A magyar gazdák is tüntettek az ukrán gabona ellen. Temetkezés, emelkedtek a költségek, változott a kegyeleti kultúra. Gyermekkori elhízás, a megelőzés segítő programot indítanak Nyíregyházán. Még nincs egy hónapja, hogy a magyar gazdák tüntetést szerveztek Záhonynál, tiltakozva az ukrán élelmiszerek korlátozás nélküli behozatala ellen, amelyet egy évvel meghosszabbítana az Európai Unió. Az ellenőrizetlen minőségű termékek nem csak a fogyasztókra nézve jelenthetnek veszélyt, hanem az uniós mezőgazdaságra is. A piaci problémákról, illetve a Vármegye aktuális mezőgazdasági helyzetéről Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke számol be. Jó estét kívánok, köszöntöm! Jó estét kívánok, és én is köszöntöm a kedves nézőket. Elnök úr, picit járjuk körbe ezt az ukrán gabona kérdést, és hát nem csak gabona, hanem élelmiszerek is. Egyáltalán lehet-e azt tudni, hogy mennyi, vagy mekkora az a mennyiség, vagy mekkora hányad az, ami a magyar élelmiszeriparba bekerül Ukrajnából, és mi a gond ezekkel? Hát legálisan úgy tűnik, hogy nem bizonyítható az, hogy bekerül ide az országba. Ugye mi a tüntetésünket már szeptember 17-én is azért szerveztük, hogy Nagy István miniszter úrnak a tárgyalási pozícióját javítjuk ott Brüsszelben, hogy nem csak Nagy Istvánnak a hóboltja az, hogy Magyarországra ne jöjjön be, hanem milyen károkat okoz itt a mezőgazdaságban, a szomszédországban dúló háború és az amerikai tulajdonban lévő földterületeknek a megtermett áruinak az értékesítése, hogy nem csak átutazik itt Magyarországon, hanem itt gazdára talál, és így itt a magyar gazdálkodóktól, amik megtermeltek, az állattartók nem vásárolják fel. Ez még úgy tűnt szeptemberben, még azért is demonstráltunk, hogy úgy tűnt, hogy majd még olyan annyit raktárkapacitásunk se szabadul fel, hogy el tudjuk helyezni itt a betakarításra váró kukoricát. Hál' Istennek ez azzal végződött, hogy mégiscsak letelj, de mind a mai napig nem indult meg a forgalom, és ha nem indult meg a forgalom, az azt jelenteti, hogy mégis valahonnan pótolják azokat, amik fogynak az országba, mert márciusban vagyunk, és a raktárkészlet még ugyanannyi, mint ami ősszel bezártuk a raktárokat. Úgyhogy elkeseredetten készülődnek a tavaszi munkákra a gazdálkodók, látva azt, hogy a tavalyi termésük értéktelen maradt, 5000 forintok körül beszélgettek itt az őszi betakarítás idő alatt, most még ez az 5000 forintért sincs kereslet, sajnos itt már tárolási költségek merülnek fel, és bizony az input anyagok ára hiába esett vissza, illetve a vetőmagára is. Beszélgettem vetőmag forgalmazókkal, és körülbelül 50% vetőmagot nem adtak el a sok éves átlaghoz képest. Ez bizony azt vetíti előre, hogy a gazdálkodók azt fontolgassák, hogy vessenek el, vagy bugaroltassák, parlagon hagyják a termőterületet. Én nagyon bízok benne, hogy nem ez a variáció fog megvalósulni, de olyan rossz a közhangulat most a gazdálkodók körében, nem beszélve erről a mostani időjárásról is, hogy olyan korán beköszöntött a tavasz, hogy egyszerre kellene itt a gyümölcsösökben befejezni a munkát, már permetezni is kellene. Hát soha nem volt még így, hogy február 28-29-én a permetezőkkel szaladgáljanak a megyébe a gazdák. A talajlezárást meg kell kezdeni itt március elején, ami március 15-e után szokott bekövetkezni. Visszatérve itt a demonstrációhoz, az is arra volt jó, hogy bebizonyítsuk Brüsszelnek, vagy az európai országoknak, hogy ugye mi szeptemberben már tavaly ezt jeleztük, még akkor mi szomszéd országként észleltük, és egy ország se állt mellénk, nem volt szolidáris hozzánk senki. Mi azt gondoltuk, hogy nekünk bizonyítani kell, hogy mi mindenkivel szolidárisak vagyunk, csak azt azért megjegyeztem én is ott a felszólalásomban, hogy szeptember 17-én még senki nem állt mellénk, csak majd amikor ezek a bajok Európa szerte elterjedtek,
akkor kezdődik a mozgolódás, de így, ha valóban egy évvel még ezt eltolják, és ezek az áruk, akikre nem vonatkoznak egészségügyi előírások, és azokkal a GMO-s Amerikában engedélyezett a GMO-s termékek, és mivel amerikai cégek termelik ezt meg, így nincs kizárva, hogy ezek bekerülnek az országba, és ha bekerülnek ide az országba, akkor azzal szinte azt sugalljuk, hogy tudomásul veszik, hogy mind fogyasztóvá is válunk, és a harmadik országból is rengeteg olyan ellenőrizetlen áru érkezik Magyarországra az olcsósága miatt, és a kereskedelemben ez egy kicsit már elfelejtsük, hogy nem biztos, hogy az üzletekben nekünk azt kellene vásárolni, ami olcsóbb valamivel, mert biztos, hogy az egy olyan alkalmazás miatt lett olcsóbb, ami itt Magyarországon pluszköltségekkel járhatna. Milyen megoldásokat lát, elnök úr? Az, hogy most ugye több ország is beszállt ebbe a küzdelembe, ez mennyire növeli az esélyeket arra, hogy itt ez a plusz egy év mégsem lesz meg? Én úgy gondolom, hogy most nagy lépés lett már az, hogy 16 ország lényegében azt az álláspontot képviseli az Unióban, amit Magyarország is követel a kezdetektől kezdve, és ezek a tüntetések is nagy valószínűséggel azzal fognak zárulni, hogy mégis bizonyos szabályokat korlátozni kell az ilyen áruk behozatala iránt, illetve az a nagy zöld nyomulás az állattartással kapcsolatosan, a szigorítások, növényvédőszer használatokkal is, amit be akartak vezetni az európai gazdákra, ezen azért mégis az észszerűség határain belül kell gazdálkodni, mert az úgy nem lehet egy országot átállítani, hogy holnap majd ilyen bogarat fogunk fogyasztani, és akkor nem kell állatokat tartani. Szóval én azt gondolom, hogy még ez egy ilyen amerikai hóbort lehet, és remélem, hogy Magyarországon ez soha nem is következik be. Hát vagy legalábbis egy hosszú fokozatosság tudnánk esetleg betartani. Egyéb iránt van-e arra valamilyen bizonyíték, hogy ezek az élelmiszerek valóban károsak lehetnek? Hát a vetőmagokkal kapcsolatosan is voltak már, amiket feltártak a népik, és meg kellett semmisíteni, de én azt gondolom, hogy nem elég csak itt az ukrán-magyar határon az ellenőrzéseket folytatni, hanem akik a Szlovákiából vagy Romániából hoznak be, és egy kicsit uniósítják már ezeket az árukat, ezekre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, mert ezzel a jogszabályok könnyű kijátszásával mégiscsak eljutnak az üzletekbe, vagy akár már a előállított késztermékekbe kellene ezeket bebizonyítani, hogy valósak, és kitiltani ezeket a kereskedőket a forgalomból, akik képesek ezeket megtenni. Mi a következő lépés, ami egyfajta nyomásgyakorlás lehet az Unióra, akár összefogva ezzel a 16 országgal? Én azt gondolom, hogy a mezőgazdaság számára egy nagy sikert hozhatna az Olaszország, Francia, Német gazdák most alapvető kiindulási pontnak célozták meg azt, hogy a mezőgazdasági termékeknek legyen egy önköltsége ára, és onnan kezdődjön a kereskedelem, a gyártók, a rárakódása. Ezt mi körülbelül 7 évvel ezelőtt kezdeményeztük Magyarországon az Agrárminisztériumnál, és el is jutottunk a másik ciklussal addig, hogy tárgyalásra alkalmasnak minősítette az Európai Mezőgazdasági Bizottság, és ráhagyta a döntést már erre a ciklusra. Ebben a ciklusban addig eljutott ez, hogy megnyilatkoztatták az Európai Uniós gazdákat, hogy szeretnék-e ezt bevezetni a mi kezdeményezésünket. Úgy tessék elképzelni, hogy 5000-en töltötték ki a nyilatkozatot az Európai Unióba, Magyarországról 3000-en, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mi ezt szorgalmaztuk. És most szembesülünk azzal, hogy amit mi 7 évvel ezelőtt kezdeményeztünk, az olasz, a francia és a német gazdák ezt kívánják bevezetni alapul. Ha ezt el tudnánk érni, és ezt szinte minden tagország támogatja, akkor a mezőgazdaság talán megtalálná a helyét abban, hogy ami értéket előállítanak, annak az önköltség alatt a kereskedelmi ára nem lehet, és én szerintem más ígéret vagy jövőkép nem is lehet a mezőgazdaságból
élők számára. Ezáltal egy picit talán kiszámíthatóbb is lehet a mezőgazdaság, azzal együtt, hogy most is jött egy nagyon-nagyon korai tavasz, lehetséges, hogy jön egy fagy. Mire kell számítani? Hát mindenki minden eszközzel készüljön fel, és nagyjából azért már beálltunk itt évek óta, felkészít bennünket az időjárás változások erre, és az elmúlt időszakokban többen szereztek már ilyen szélgépeket, szélkeverőgépet, amivel védekezhetünk ezek ellen, a fagyok ellen. Mindenkinek a meteorológiáját nézegetni kell minden este, és úgy lefeküdni, hogy legalább próbáljuk meg azokkal az eszközökkel, amit felhalmoztunk itt, vagy pénzt vettettünk benne az elmúlt időszakban. Ha időközönként elő kell venni, akkor használjuk is, és remélem, hogy olyan nagyon hideg nem lesz, ami ettől még nagyobb károkat okozhat. Ez ha csak vagy 5-5 fokig hűlne le a levegő, szerintem már nagy rész fel vagyunk készülve azokkal az eszközökkel, hogy addig csökkenteni tudjuk ennek a mértékét. Elnök úr, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba hozzánk. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy beszélgetettünk a mezőgazdaságon. A legfrissebb statisztikák szerint a hozzátartozók közel fele hazaviszi az elhunytak hamvait, vagyis egyre kevésbé fontos a családoknak, hogy temetőben helyezzék végső nyugalomra szeretteiket. A szakemberek szerint a kegyeleti kultúra megváltozásában fontos szerepet játszik a temetkezéssel kapcsolatos költségek emelkedése. Ezeket a nagyobb urnákat egyébként általában koporsós sírokba szoktuk javasolni, míg a többit egyébként be lehet tenni simán egy kompozit urna fülkébe is. Ádám Kis Zsanett mutatja a kamerának, milyen urnák jellemzők manapság a piacon. Az irodavezető úgy tudja, az általa vezetett temetkezési szolgáltatónál az ügyfelek mintegy 85%-a kér hamvasztást, 15%-uk pedig a koporsós temetés mellett dönt. A hamvasztás után a hozzátartozók mintegy 52%-a hazaviszi az urnát, és csak 48%-uk választja a temetőben történő elhelyezést valamilyen szertartással egybekötve. Ezek az úgynevezett hamvasztó koporsók országos átlagban körülbelül 200 ezer forintba kerülnek. Ezek nélkül nem lehet elképzelni semmilyen legális hamvasztást. Attól függetlenül, hogy milyen búcsúztatása lesz az elhunytnak, sokan tesznek pénzt a halott zsebébe vagy mellé olyan az elhunyt számára fontos eszközöket, mint például cigaretta, cipő, horgászbot vagy épp egy paróka. Vannak családok, amelyek a krematóriumban a hamvasztógépbe való betolási követik elhunyt szerettüket. A szakember szerint a koronavírus óta jelentősen nőttek a temetkezési költségek, a hamvasztásos temetés ára közel 50%-kal, míg a koporsós temetés ára mintegy 6%-kal emelkedett átlagosan, vagyis a hamvasztásos temetések ára nagyobb mértékben drágult. Egy újonnan váltott sírhely koporsós temetéssel Nyíregyházán 6-700 ezer forintnál kezdődik, egy urnásé 500 000 forint körüli összegbe kerül. Ebben az is szerepet játszik, hogy a kórházakban kötelezően fizetendő díjak is növekedtek, amihez hozzákapcsolódik még a búcsúztatás, a virág és a sírkő költsége, amely szintén emelkedett. A szakember úgy véli, ez lehet az egyik oka annak, hogy sokan nem ragaszkodnak a temetőben való elhelyezéshez, illetve egyházi vagy polgári búcsúztatóhoz. Tehát egyfelől anyagi okukból, másfelől a kegyeleti kultúra megváltozása miatt döntenek így a hozzátartozók, vagy sok esetben maguk a végrendelkezők. Egyre többen viszik haza a hamvakat tartalmazó urnát, egyre többen választják azt, hogy természetközelivé teszik esetleg a búcsúztatást, mint például erdőben elszórni, illetve igen, hazaviszik, sokkal többen viszik haza az urnát, mint amennyien eltemetik. Hozzátette, ma már az sem számít rendkívüli esetnek, ha hajóról vagy repülőről történik meg a hamvak elszórása, sőt arra is akadt példa, hogy a hamvakat a temetkezési vállalkozók a világűrbe juttatják. Ettől függetlenül a legtöbb családnak ma sincs extrém kívánsága, sokkal gyakoribb azonban az, hogy a hozzátartozók tanácstalanok a szertartás mienségét illetően. Ne legyen tabu téma otthon az, hogy beszéljünk arról, hogy mit szeretnénk, hogy szeretnénk a végső megnyugvásra kerülni, amikor ugye megtörténik ez a szomorú tragédia. Nyilván minden ember életében ez borzasztóan nehéz. A családnak sokkal kellemetlenebb az, hogyha bejönnek és egy alapból olyan szituációban vannak, amit még nem éltek át, hála jó Istennek, mégis belekerülnek, és sokkal nehezebb nekik dönteni, hogyha nem tudják azt, hogy mit szeretett volna. Könnyebb lenne, hogyha tudnák, és már úgy jönnek be, hogy ezt is ezt szerette volna, és úgy is történik meg maga a temetés.
Ez például egy olyan urna, amelyből egy fa nő ki, de van, aki ékszert készített a hamvakból. A történelmi egyházak Gál Sándor református esperes szerint meghatározott keretek között ugyan, de próbálnak lépést tartani a gyászolókkal és új szokásaikkal. Azt gondolom, hogy a társadalmi és kulturális változásoknak ez is egy eredménye. Az eredmény nem biztos, hogy az ember számára kedvezően alakul. Ugye mondjuk egy századdal korábban, vagy a korábbi századokban a meghalás, a temetkezés annyira természetesen jelen volt a hétköznapokban, kisgyerekek, fiatalok, középkorúak, idősek életében, hogy ez bent volt, a társadalmi élet részeként volt bent, a település szerkezetbe beépült, templomok köré alakultak a temetkezési helyek. És ez azt jelentette, hogy a halálnak, a gyásznak a feldolgozása nem volt tabuizálható, hanem együtt élte meg a család, mindenki, a pici gyerektől az egészen idős emberig menően. Egy példát szeretnék elmondani, amit még egyetemi hallgatókoromban tanultam, ezelőtt 30 esztendővel, egy skandináv országban történt, meghalt egy kisgyereknek a nagypapája, és amikor bejelentették a szülők, hogy meghalt nagypapa, akkor azt kérdezte, hogy ki lőtte le. Ez arra vezet, hogy a gyerek csak az elmúlással, csak a filmekben, a televízió képernyőjén találkozott, és csak harci helyzetben. Tehát ez egy megbetegedő társadalmi állapot. Mi reformátusok, de azt gondolom, hogy a más keresztény felekezet is, történelmi egyházak is igyekszünk megértéssel, körültekintéssel lenni ebben a még kiforratlan helyzetben, és nem a temetés formációi a döntőek, tehát ha hozzánk bejön egy gyászoló család, akkor nem ez a kérdés az, amit meg kell oldanunk, hogy most szórásos forma, bemosásos forma, hamvasztásos, koporsós temetés, vagy ne talán a szertartás után egyedi rendelkezéssel folyóba mosás, és nem folytatom a különböző variációkat, hanem ott abban a szituációban a gyászoló személye, az a család, aki ebben a helyzetben nagyon határozott, vagy éppen látjuk a toporgását. Nekünk az a feladatunk, hogy lelki értelemben megfogjuk a kezét, és próbáljuk meg a lehető legjobb megoldást megtalálni. Csordás Gábor római katolikus plébános azt mondta, egyre gyakrabban fordul elő, hogy a gyerekeket nem hozzák el a szülők a temetésekre, és az elhunytak eltűnésére különböző történeteket találnak ki, ami a plébános szerint hosszú távon nem biztos, hogy lélektanilag jó hatással van a gyászolás feldolgozására. Csordás Gábor azt mondta, olykor katolikusok körében is előfordulnak szokatlan kérések. Az antropológusok meg a régészek tudnának arról sokat mondani, hogy az emberi civilizációnak gyakorlatilag az első kézzel fogható jelei azok a síremlékek. Tehát az, hogy amikor az ember az evolúciójában odaért, akkor elkezdett ugye hinni a túlvilágban, valamiféle túlvilági életben, és elkezdte temetni a halottait. Ugye ezek azok a temetkezési helyek, amik olyan értékesek régészeti szempontból manapság. És hát ezért érdekes, hogy most ennek a leépülése, mert hogy azt látjuk, hogy kezd kimenni ez a fajta gyakorlat, vagy legalábbis a gondolat az embertársainkból, hogy elhunyt a szerettem, akkor azt valahogy illő módon eltemessem. Hogy ez most előrelépés, vagy pedig ugye visszalépés, ezt nem a mi tisztünként megvizsgálni, meg eldönteni. Mi azt tapasztaljuk, hogy összességében kezd kiveszni ez a fajta gyakorlat, azért még jócskának adnak, sőt, hát nyilván a nagy többség még úgy van vele, hogy azért méltóképpen eltemeti az elhunytat, de sokaknak már ez nem jut eszébe, sőt, sokaknak már a végrendeletében van benne, hogy őt ne temessék el, hanem szórják ki valahová. Arról meg a pszichológusok tudnának sokat mesélni, hogy mennyire nem egészséges és káros ez lelki szempontból a gyászolóknak. Ugye az elhunytnak mondhatnánk, hogy már mindegy gyakorlatilag, hogy mi van vele, de hát a temetés az nem is nekik szól, hanem igazából nekünk, azoknak, akik itt maradtak. És azok az évszázados, évezredes gyakorlatok, azok pont azért alakultak ki, mert segíteni akarnak a gyászolóknak abban, hogy igenis búcsút vegyenek, mert búcsút kell venni, tehát ezt is hiába tagadja a mai ember, aki meghalt, az meghalt, tehát az már nincs közöttünk. És hát igenis azok a gyakorlatok, azok, amik hozzátartoznak egy-egy temetési kultúrához, szertartáshoz, azok nagy segítséget tudnak nyújtani. Akár abban is, hogy tényleg sírja ki magát a gyászoló, és segítsen egy kicsit neki túllépni ezen a gyászon.
Speciális kérések hozzánk is érkeznek. Nekünk most az a szabály, hogy ha azt kérik, hogy mi búcsúztassuk el az elhunytat, akkor két részre bontjuk. Egyébként is két részre van bontva a temetési szertartásunk. Az egyik az maga a búcsúztató rész, amit a ravatalozóban, hagyományosan a ravatalozóban végzünk. Imádkozunk, megemlékezünk az elhunyt életéről, búcsúztatjuk az itt maradt szeretteitől. És a második rész pedig maga a temetés a sírnál, vagy az urnafülkénél. Ha olyan kérés van, hogy nem akarják eltemetni, vagy el akarják vinni, vagy szét akarják szórni, akkor nekünk az a szabály, hogy a ravatalozói részt azt elvégezzük, imádkozunk, és megemlékezünk róla, utána pedig hát mondhatjuk, hogy a család az szabadon rendelkezik, ugye utána már. Magyarország vezető helyet foglal el a túlsúly, a korai szív- és agyérbetegségek előfordulásában. Ennek egyik fő oka a gyermekkori túlsúly, ami aláássa a fizikai, szociális és pszichológiai jóllétet, gyakran vezet felnőttkori elhízáshoz, és ismert kockázati tényezője a leggyakoribb krónikus megbetegedéseknek. A nem elhízni könnyebb, mint lefogyni alapigazságát kihasználva, a Házi Gyermekorvosok Egyesülete országos prevenciós programot indított, amely a Richter Anna díj döntősei közé is bekerült. Minden negyedik gyermek túlsúlyos Magyarországon. Ennek a következménye az, hogy felnőtt korban cukorbetegek és szívbetegek lehetnek. Egy olyan programot hoztunk létre, ami segíti a családokat ennek megelőzésében. A programban házi gyermekorvosok vesznek részt az ország összes megyéjéből, akik egy olyan újfajta szemléletet kapnak, ami segíti az együttműködést a családokkal egy teljesen új empatikus és előítéletek nélküli módon. A résztvevő gyerekek egészségesebbek, tudatosabbak és boldogabbak lesznek. A gyermekeket az életmódváltásban segíti, a Semmelweis Egyetem gyermekklinikájának a szakemberei által a gyermekek nyelvén megírt munkafüzetszerű kis könyv. Szavazzon a Házi Gyermekorvosok Egyesületének programjára egy egészségesebb jövőért! Vendégem a témával kapcsolatban dr. Kántor Irén gyermekorvos, a program csapatvezetője. Jó estét kívánok! Köszöntöm. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást! Hogyan jött az ötlet, hogy erre a Richter Anna díjra pályázzon ez a csapat, és egyáltalán mi ez a Richter Anna díj? Én gyermekorvos vagyok és endokrinológus, már 20 éve az endokrinológiával foglalkozom, és az obezitás az egy betegség, a túlsúly az egy betegség, és az endokrin betegségek közé tartozik, nagyon sokszor találkozom ezekkel a gyerekekkel. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig az, hogy alapellátóorvos vagyok, és mint alapellátóorvos látom, hogy milyen nehezen kerülnek be a gyerekek egyáltalán hozzánk az alapellátásba. Általában a szülők csak akkor hozzák a gyermeket, amikor beteg. Természetesen, hogyha lázas, fájhas, stb. Valami panasza van. Nem mindig tekintik a szülők az elhízást a túlsúly betegségnek. Úgyhogy maga a szülő is elhízott. Hát nem lehet egy gyermeket kiemelni, vagy függetleníteni a környezetétől, akár az iskolai, akár a szociális, akár a családi környezetétől. Úgyhogy amikor ezt a programot terveztük, akkor úgy tervezzük a programot, hogy globálisan így az egész családot fogjuk segíteni abban, hogy egészséges életmódra álljanak át. És a kérdés volt még az, hogy mi ez a Richter Anna díj. A Richter gyógyszergyártó cégnek van egy ilyen kezdeményezése, hogy az egészségügyel és a prevencióval kapcsolatos pályázatokat, civil kezdeményezéseket támogatja. És mi ebben indultunk. Mint gyermekorvos, mint endokrinológus, valóban hiszek abban, hogy úgymond felnőttként is, gyerekként is a szokásaink rabjai vagyunk. És hogyha már kialakult egy rossz szokás, akár étkezés, mozgás, tévénézés, munka, sport szokás, akkor már azt nehéz megváltoztatni. Úgyhogy a maga a filozófiája a mi ötletünknek az az, hogy akkor elkapni, amikor már egy olyan kedvezőtlen életmódi változás alakul ki a gyerekekben vagy a családokban, ahol még nem ivódott bele az életrendjükbe egy rossz életmódi szokás, és akkor úgymond sokkal könnyebb visszafordítani egy rossz életmódot, mint amikor már 10-20 éve egy család ebben benne van.
Mi az új ebben a programban ahhoz képest, hogy eddig esetleg a házi orvos, a gyerekorvos közölte a szülővel, hogy anyuka, ezt a gyereket bizony most már azért vissza kellene fogni? Sok minden úgy. Az egyik az, hogy így nem beszélünk egy beteggel. Mivel ez egy hosszú távú kapcsolat, igyekszünk egy picit a kommunikációt is, a kollégák kommunikációját megtanítani, hogy milyen legyen egy empatikus, egy együttérző, mégis szakmai pszichés vezetés. Van ennek egy módszer, az alacsony intenzitású pszichés intervenció, úgyhogy szeretnénk ezt a kollégáknak megtanítani. De ami szerintem nagyon új ebben az egész dologban, az az, hogy a gyerekeknek és a felnőtteknek is a testi állapotát, a túlsúlyát nagyon egyszerűen jellemezhetünk egy számmal, a BMI indexsel. Ezt a testmagasságból és a testsúlyból számítjuk ki, és ezek az adatokat, ezeket folyamatosan mérjük. Méri a védőnő, méri az iskola védőnő, méri a háziorvos, méri a... Nagyon sok helyen mérjük, mégis ezek az adatok mindig egy másik adatbázisban vannak. És a mi tervünk, illetve a projektnek a része is az, hogy ezek egy helyre gyűljenek össze. És hogyha egymás mögé vannak rakva ezek a számok, akkor látható, hogyha elindult valami kedvezőtlen tendencia. És nem akkor kerül már be a gyermek a gondozásba, akár a háziorvosi, akár a szakorvosi ellátásba, amikor már nagyon kicsúszott az egészséges tartományból, hanem már akkor hamar észreveszi azt a szülő, hogy, illetve a házi orvos, az EST-ben összesített adatokon keresztül, hogy elindult egy kedvezőtlen tendencia. Ez nem egy túl látványos, mert tulajdonképpen ez egy informatikai fejlesztés, és még a következő lépés ennek az informatikai fejlesztésnek, hogy a kormányzati adatbázist és az egészségügyi adatbázist össze lehet kapcsolni, és a tervünk az, hogyha ezt a tendenciát egy algoritmus észleli, akkor ugyanúgy, mint most, ahogy a jogosítványról kapunk egy tájékoztatót, ugyanúgy egy szülő kapna egy tájékoztatót arról, kedves szülő, az ön gyermekének az egészsége veszélyben van, vagy rossz irányba indult el, kérjük, keresse fel házi orvosát. Úgyhogy tulajdonképpen a projekt kész részből áll, ez egyik ez az informatikai fejlesztés, a másik pedig, hogyha már megtaláltuk ezeket a gyerekeket, és tényleg a család, a szülő, a gyerek együttműködő, bekerülnek a háziorvoshoz, akkor a háziorvos szakértően, empatikusan segítse a családokat az életmódváltásban. Sokrétű tehát ez a program. Maga a díj az mekkora összeggel jár, és mire fogják tudni fordítani ennek a programnak a keretén belül? Az összeg az fix összeg, az évek óta fix összeg, és próbáljuk úgy elosztani, hogy a legnagyobb rész ez akármilyen meglepő, ez az informatikai fejlesztés, az fogja elvinni a projektnek a legnagyobb részét, mert tulajdonképpen a másik része a házi orvosi ellátás, az majdhogy nem benne van a mi mindennapi tevékenységünkben, csak a szakmaiságát ennek szeretnénk egy kicsit fejleszteni. Mennyire népszerű ez a program a gyerekorvosok körében? Mennyire nyitottak erre? Nem csak a gyerekorvosok kellenek hozzá, hanem a szülők is, és a gyerekek is. Úgyhogy a legnehezebb az, hogy megtaláljuk ezeket a gyerekeket, azért, mert nagyon sokszor a szülők nem tekintik a túlsúly betegségnek. És nagyon későn jutnak el a gyerekek. Most, hogy a praxis közösségi tevékenységek elindultak, és erre úgymond teljesítménypontot is kapnak a házi orvosok, vagy minősítik a munkájukat ezekkel a megelőzési tevékenységekkel, én bízom benne, hogy nyitottak lesznek a kollégák erre. Tehát ez egy széles körű program, tehát ez gyakorlatilag egy egész családot kell, vagyis hát nagyon sok családot kell úgymond átnevelni, egy új életmódra átterelni. Azért ez borzasztóan nehéz dolog. Hát ez a mi feladatunk, az orvosoknak a feladata. Van itt feladata az egészségügynek, van a társadalomnak is. Azt gondolom, hogy ami a mi feladatunk, azt megpróbáljuk azt a kesztyűt fölvenni. Biztos, hogy van média, azért mindenki ismeri azt a környezetet, amiben élünk, hogy milyen reklámokkal bombázzák a gyerekeket, a közétkeztetés, az iskolai testnevelés, úgyhogy ez egy gyereknevelés, az elég összetett feladat, ami az egészségügynek és az alapellátásnak a része, mi azt megpróbáljuk a lehető legjobban teljesíteni. Az elhízás a gyerekek körében nem csak egészségügyi probléma, én azt gondolom, hanem egy nagyon komoly, akár támadási felület, vagy stigmatizációs probléma. Nagyon vékony a jég, hogy tudjuk ezt jól kezelni,
hogy a gyerek ne csúszson bele akár egy evészavarba, amiből egy nagyon komoly gond is lehet, vagy a csúfolások, az aklatások mentén valamilyen drámai fordulatot is tud venni. Látunk erre nagyon sok ilyen példát sajnos. Hogyan lehet ezt jól megközelíteni? Akár a saját szülő sem mindig tudja ezt úgy kezelni, hogy a gyerek ezt úgy tudja fogadni, hogy ne okozzon benne komoly törést. Egy másik irányzat pedig ez a body positivity, ami meg mostanában azt sugallja pontosan ezért, hogy fogadd el magad olyannak, amilyen vagy, és hogy ne csinálj ebből ilyen nagy problémát. Szóval hogy lehet ezt úgy egyensúlyba hozni, és nyilván az egészség az elsődleges, de ez sem elhanyagolható a gyerekek zaklatása. Ez nagyon-nagyon fontos szempont, úgyhogy köszönöm, hogy behozta a beszélgetésbe ezt a szempontot is. A Semmelweis Egyetemnek a gyermekklinikán kialakítottak egy életmódambulanciát, és ott a pszichés támogatás az egyik legnagyobb oldala ennek a kezelésnek, vagy az, hogy a gyerekeket ebbe levonják ebbe az életmódváltásba, és meg is tanulják, hogy hogyan kell egy kicsit változtatni az életrendjükön. Úgyhogy ez az egyik szempont, hogy már az sem mindegy, hogy milyen szavakat használunk, amikor a gyerekeknek az alkatát jellemezzük, hogy azonosítjuk-e őket ezzel a betegséggel, vagy egyszerűen csak úgymond függetlenítjük tőlük a betegséget, hogy úgy is tudja kezelni, hogy ez a betegség ez megfogható és kezelhető. Úgyhogy maga a szóhasználat, és nem azt mondjuk, hogy túlsúlyos gyerek, hanem túlsúllyal élő gyermek. Nem tudom, hogy érződik-e a kettő között a hangsúly, hogy ez, amikor beszéltünk arról, hogy miről szólna maga ez a projekt, hogy ezeket megtanítani. A body positivity-nek a határairól, a lehetőségeiről, a body shamingről, úgyhogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hiszen biztos, hogy van a genetika, azt nem tudjuk megváltoztatni, a környezeti tényezőket is, a életmódunkat igen, és mindehhez az ehhez való hozzáállást, az ehhez való viszonyulást, ezt is szeretnénk egy picit megfogni. Sokat kell még ebben tanulnunk, úgyhogy ez a program mindenképpen nagyon hasznos. Még egy kis szavazásra azért buzdíthatjuk a nézőket, hiszen még nem dőlt el, hogy a Richter Anna díjat ki fogja megnyerni. Igen, köszönöm szépen, hogy számomra most ez a legfontosabb része, hiszen a Richter Anna díjnak van egy olyan szakasza, amikor civil szavazatokat is várunk. És a civil embereknek, az átlag embereknek a szavazatát is várjuk ahhoz, hogy megnyerhessük ezt a pályázatot, és el tudjuk indítani az alapellátásban a gyerekek egészségéért ezt a projektet. Gondolom az interneten megtalálják a szavazási lehetőséget. Nagyon egyszerű, igen, mert richteranna.hu, ez a weboldalnak a címe, ahol lehet szavazni, és ott pedig a mi szlogenünk és a projektnek is a címe, az az, hogy nem elhízni, könnyebb, mint lefogyni. Dr. Kántor Irén, köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, egészségügyi témával akkor is foglalkozunk majd, várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!